Sziasztok! Ismét egy olyan kérdés érkezett hozzám, illetve több kérdés ugyanabban a témakörben, ugyanis válasszon fegyvert. Ezt jobban körbe kell járni ezt a témát, ugyanis nem egyszerű a válasz. Nézzük meg, milyen összetevői vannak. Hát nézzük. Először is el kéne döntenünk, hogy milyen céllal szeretnénk a fegyvert vásárolni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerűen csak annyi. Sportolni szeretnénk vele, önvédelem, szolgálati cél, vagy esetleg csak hobbizni, ez is nagyban meghatározza, hogy milyen típusok közül választhatunk. Ezt követően nem ártana, ha bepozícionálnánk a kézméretünket, ugye? Hogy kisebb fegyver, nagyobb fegyver, mi az a méret, amit biztonságosan és stabilan meg tudunk fogni fegyverméretekben. Majd ezt követően következik a következő érdekes kérdés, mennyi pénzünk van erre a tranzakcióra. Tegyük fel, hogy korlátozottak a kereteink, azt gondolom általában inkább ez szokott előfordulni. Azt gondolom egyébként, hogy ha nem a csiliárdos fegyverek köréből próbálunk választani, akkor az a 200 és 300 ezer forint környéki árból már olyan maroklő fegyvert lehet választani, ami gyakorlatilag minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. Ebből a kategóriából melyik az, amelyik a leghasználhatóbb? Hát mondjam azt, hogy viszonylag kevés az önvédelmi fegyver, illetve azoknak a köre, akik önvédelmi fegyvert keresnek, de ha csak és kizárólag önvédelmi célra szeretne valaki fegyvert, akkor nem is igazán tudok jobbat egy forgótáros fegyvernél. Egy kétszolos, 38-as, esetleg egy 357-es forgópisztoly, gyakorlatilag plusz pés töltényekkel használva minden önvédelmi helyzetet abszolvál. Azt gondolom, hogy ami már ugye a 6 lőszeren túlmutat, az már gyakorlatilag már nem önvédelem, de ettől függetlenül azért persze nem tilos fél automata fegyverek között válogatni sem, de én még mindig azt mondom, hogy ha valakinek csak és kizárólag könnyen rejthető fegyver kell, és csak és kizárólag önvédelemre, akkor forgópisztoly. Ettől eltekintve még ugye vannak versenyszámok, olyan divíziók, ahol forgópisztolyokkal csatároznak, de mondjuk azt, hogy most jelen állás szerint ezt külön veszük. Igazából önvédelemre első körben mindenképpen a forgópisztoly. Ezek eléggé tradicionális eszközök, nem mindenki kedveli őket, vagy esetleg úgy dönt, hogy kevésbé alkalmas a lőkészsége arra, hogy mondjuk egy 2 méter távolságban lévő támadót 6 lövésből tudjon semlegesíteni, és inkább úgy dönt, hogy fél automata fegyvert szeretne vásárolni önvédelmi célból. Itt is sokszor megtámadnak ezzel a kérdéssel, melyiket javaslom. Persze nyilvánvalóan, hogyha a másik vérét szeretnénk szívni, akkor ugye természetesen vannak alternatívák, hogy hogyan, de ha komolyra fordítjuk a szót, akkor én azt tudom ma erre csak mondani, hogy gyakorlatilag ez a 2 és 300 ezer forintos kategória, amiről az előbb is beszéltem, ezek már minden típusa tudja azt, amit egy önvédelmi fegyvernek tudnia kell. Gyakorlatilag megbízhatóak, pontosan jól működnek, viszonylag nagy a tárkapacitású, tehát igazából, ha most tényleg komolyra fordítjuk a szót, akkor ebből a kategóriából bármelyiket választhatja a lövő, illetve a lövész. Itt nagyon fontos lesz inkább azt eldöntenie, hogy melyik az a fegyver, amelyik a kézméretéhez jobban illik. Tehát mondjuk egy teljes tokméretű fegyver az, ami neki jobban belefér a kezébe, vagy esetleg egy kisebb, kompakt méretű fegyver. Most a gyártók már egyre inkább azt látom, hogy próbálnak igazodni az igényekhez, és markolatpanelekkel szerelik fel a markolatokat, illetve már a fegyvereknek a tók részét gyártják többféle méretben, ezzel is segítvén a minél pontosabb kézmérethez igazítást. Tehát azt gondolom, hogy most már ezek a problémák nem akkora problémák, igazából természetesen a pénz az, ami első körben meghatározza, hogy melyikből választunk, de mindenféleképpen ezt a pár szempontot mindenképpen szem előtt kell tartani, mielőtt beruházunk egy ilyen eszközbe. Ha sikerült megszülnünk, hogy mégis milyen fegyvert választjunk, akkor még mindig nem ért véget a tortúra, ugyanis kellene egy tokot is hozzászereznünk.
Ami megint csak nem egy egyszerű feladat. Azt gondolom egyébként, hogy a gyártók most már nagyon sokfélét és nagyon jó minőségben gyártanak. Sokszor ez is a probléma szerintem, amikor a vevő nem tudja eldönteni, hogy neki melyik lenne a legalkalmasabb. Itt mindenféleképpen külön kell választani, hogy milyen célú a fegyver. Ugye a sportversenyekre nyilván egyértelműen ugye a nyílt viselés az elfogadott, azon belül nagyon-nagyon tág határok vannak. Sok esetben láttam már olyan IPSC versenyzőnek a fegyvertokját, hogy gyakorlatilag el nem bírtam volna képzelni, hogy mi tartja ott a fegyvert, mert ugye semmiféle látható nyoma nem volt, hogy a fegyver milyen apropóból maradott a tokban, egyébként teljesen biztonságosan tartja, de ugye ez egy teljesen más világ. Az önvédelmi, illetve a szolgálati célú felhasználásnál ott egy picit bekorlátozódik a dolog, ugyanis bármennyire is jó egy tok, ha például ekkora, mint például itt is látjuk, egyszerűen szinte lehetetlen lesz elrejteni a fegyvert úgy, hogy más ne lássa, illetve mondjuk ez egy tökéletesen nagyon jó tok, ez egy dupla biztosítással ellátott tok, lámpát is lehet rászerelni a fegyverre, és úgy tudjuk beletenni a tokba, de gyakorlatilag, ha egy oldalról profiból ránézünk, akkor látjuk, hogy tehát gyakorlatilag nincs az a felső test, vagy csípő, amit ezt el tudná rejteni, tehát ez szinte kilőve. Akkor vannak ugye ezek a laposabb verziók, nem sokkal, de egy fokkal talán laposabbak, még mindig azt mondom, hogy biztonsági tok néven fut, ugye itt a nyomógomb rögzíti a fegyvert magában a tokban, a gomb megnyomásával együtt lehet ugye a fegyvert kihúzni. Szolgálati toknak azt mondom, hogy jó lehet, bár amennyiben a szolgálati fegyverét is mondjuk valaki rejtve kell, hogy viselje, akkor ugye ez már megint csak eléggé macerás, ugye itt is látszik, ugye, hogy eléggé széles. Bár azt gondolom, hogy azért egy jó nagy puhi felső ruhával azért lehet orvosolni. Ha viszont teljesen csak önvédelemre kell a fegyver, ugye vannak ezek a lapos tokok. Ez most történetesen egy bőr tok, ezt találtam hirtelen, illetve lusta voltam levenni magamról a másikat, a műanyagot. De ettől függetlenül látszik, hogy ezek már ugye eléggé vékony profilúak, tehát és fölveszik ugye a test vonalát. Kimondottan önvédelmi célra vannak ezek kifejlesztve. Nyilván, amikor önvédelmi célú fegyvert visel valaki, akkor ugye a tokon nem feltétlenül van klipsz, amivel lehet rögzíteni az eszközt. Ugye ennek megvan az a hátul ütője, hogyha valaki falat szeretne mászni, mondjuk ezt most pont nem csúszik ki belőle, de egyébként alapvetően ugye ezek ki szoktak csúszkálni ezekből a tokokból, akkor ugye az a probléma állhat elő, hogy sajnálatos módon kiesett a fegyver belőle, és ez problémát jelenthet. Nyilván ilyenkor mindig mérlegelni kell, hogy alapvetően milyen közegben mozgunk, mi az, ami legfőképpen legnagyobb eséllyel előfordulhat, milyen szituációk. Tehát ha valaki alapból nem alkalmas arra, hogy fejjel lefelé csüngjön egy falon, vagy egy 2 méter 20 centis kerítést állóhelyből átugorjon, akkor viszonylag kicsi az esélye annak, hogy még a nyitott tokból is elhagyja a fegyvert. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy akkor ezek nagyjából megfelelnek az elvárásnak. Egy nagyon fontos kitértelre mindenképpen felhívom a figyelmet, önvédelmi és a szolgálati fegyvertartók figyelmét is. Ha a fegyver stabilan áll a tok részben, ez még mindig nem garancia arra, hogy tökéletes lesz a dolog. Ugyanis nagyon sokat láttam már, hát istennek egyre kevésbé, hogy ezeket a csíptetős pisztolytáskákat szeretik előnyben részesíteni. Ugye ez úgy néz ki, hogy nem ilyen bújtató fülek vannak rajta, hanem itt ugye az oldalból áll ki egy kis alkatrész, amit ugye az övbe be tudunk csíptetni. Gyakorlatilag ennek a, mondhatjuk profi toknak a kétpálcás verziói. Ennek egy nagy problémája van, ameddig ezt a tokot nem lehet letépni az övről, mert eleve úgy van kialakítva ezekkel a bújtató karmokkal, hogy vagy a nadrág porcába, vagy az övbe beleakadva, le lehet ugyan venni, de véletlenül nem igazán. Azoknál, a kétpálcás tokoknál pedig egy mozdulattal simán le lehet tépni véletlenül az övről. Ugye önvédelmi helyzetben sem szerencsés, ha valakinek egyszer az életbe elő kéne venni a fegyvert és a tokkal együtt rántja le az övéről, illetve szolgálati célú felhasználásnál sem túl előnyös, hogyha lőni szeretne valaki, és tokkal együtt kapja le a fegyvert a derekáról, illetve egy közeli dulakodásból esetleg rámarkol valaki a markolatra, és a tokkal együtt szalad el a pisztolyával, tehát roppant kellemetlen. Tehát ezeket a tokokat mindenképpen, ha biztonsra akarunk menni, csak a fűzős verzióból, tehát hogy az övre fel kelljen fűzni. Nyilván ez annyiból macerásabb, hogy
hogy amikor öltözik az ember, akkor ezt még bele kell kalkulálni, hogy akkor ezt meg úgy rá kell matekozni valahogy az övére, de azt gondolom, hogy aki úgy dönt, hogy fegyvert visel esetleg önvédelmi célból, az ennyit azért tegyen meg a biztonsága érdekében, hogy az eszközt úgy rögzíti magán, hogy ahogy más ne tudjon hozzáférni, illetve lehetőség szerint ne is lássák, hogy ott van. Zárszóként a végén. Ha fölmerül a kérdés valakiben, hogy fegyvert szeretne, és melyikből válasszon, akkor gyakorlatilag az, hogy a fegyvere éppen Glock, Sig, Beretta, vagy bármi más, igazából gyakorlatilag nem számít. Működjön a fegyver, kéz méretéhez legyen igazítva, és kellő tárkapacitása legyen a lőkészségéhez mérten. Ezen felül, ha szívni akarjuk a barátok, ismerősök vérét, akkor nyilván ragaszkodhatunk mereven egy-egy kategóriához, és nyilván fikázhatjuk a többi kategóriát, de ha valóban igazából a kezünket a szívünkre tesszük, akkor semmi másra nem jó, csak a többiek basztatására. Egyébként ezek a fegyverek már mind megfelelnek annak a kitételnek, amire nekünk szükségünk van.